Más képviselőtársam. Azt mondja, hogy rossz, aki rosszra gondol. Hát én azt mondom önnek, hogy talán még rosszabb az, aki nem csak gondol, hanem cselekszik is. És még egyszer, Koncz képviselőtársamnak mondom, csak azért, hogy tisztában legyen vele, hogy van jogalapja annak, hogy egyáltalán erről beszélhessünk. Van. Van, mert tényszerű példák támasztják alá, hogy az elmúlt fél esztendőben mit csináltak. Hogy az elmúlt fél esztendőben gyakorlatilag azzal, hogy a köztisztviselőket átvitték a kormánytisztviselői körbe, és azt követően kirúgdosták őket sorozatba, az bizony példa arra, megalapozott példa a központi közigazgatáson keresztül, hogy mire várhatnak helyben a közigazgatás szintjén. Példa. És a legnagyobb baj az, hogy amiről szó is esik, Kovács Péter képviselőtársa mondta az előbb, hogy bekerülni és kikerülni? Persze lehessen, de úgy, hogy a mögött legyen indoklási tartalom. Ne úgy, hogy két hónap alatt indoklás nélkül ki lehessen rúgdosni az embereket. Nem, vállalja fel mindenki azt, hogy igen, indokolja meg. Mi az oka annak, hogy miért kell olyan törvényt hozni, amely indoklás nélkül teszi lehetővé, hogy azokat az embereket tömegesen tízezrével kirúgdossák, akiket egyébként nyilván nem tudnának elbocsátani. Hát talán ezért, csak ezért. Azért, hogy közben még arról sem gondoskodnak, hogy a köztisztviselők a közalkalmazottak esetében a tisztes bért megadják, bértbe fagyasztanak menet közben, miközben olyan 16%-os egy kulcsos adót működtetnek, ahol 100-200-300 forintot többet keresnek a kormánytagjai. És önök közben a tömeges kirúgásokról gondoskodnak a közalkalmazottak körében. Mondhatnék számtalan példát, nem csak a közigazgatáson belül. Miskolc városában, Kávi Sándor meg tudná mondani, a holding keretei között 13 cég, 13 vezetőjét rúgták ki. Minden. Biztos jogalappal. Igen, gondolkodjanak el rajta. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. 2 perc, Demeter Zoltán, képviselő úr, Fidesz. Elnök úr, tisztelt képviselőtársaim! Gyakorló polgármesterként azt gondolom, hogy minden egyes embernek felelősség teljesen kell végezni a munkáját, vagyis becsülettel kell dolgozni. És ez vonatkozik az élet minden területére, és hogyha valaki kapott egy lehetőséget, valamelyik munkahelyen alkalmazott lett, akkor úgy gondolom, hogy ez a lehetőség adott volt arra, hogy tudjon bizonyítani, hogy megfelelő képen tudta és tudja elvégezni a munkáját. Tisztelt képviselőtársaim, én azt szeretném megkérdezni, hogy aki nem dolgozik becsületesen és nem végzi el a munkáját, akkor azt az embert miért kell törvénnyel védeni, vagy esetleg miért kell még megjutalmazni azzal is, hogy több hónapos végkielégítés kell számára kifizetni. A szocialista képviselő társaim 8 éven keresztül azt gondolom, hogy nem felelősség teljesen végezték a munkát, nem becsületesen dolgoztak, aminek meg is tett az eredménye, a következménye, hiszen a magyar választópolgárok nemes egyszerűséggel leváltották önöket. Én azt gondolom, hogy aki tényleg becsületesen és felelősség teljesen dolgozik, annak az embernek nem kell félnie, legyen az köztisztviselő, közalkalmazott, vagy bármelyik területén dolgozzék az életek. Tehát egy a lényeg, hogy aki dolgozik, felelősséget érez települése, községe iránt, annak nem kell félnie, mert az a helyén maradhat, és továbbra is végezheti a dolgát. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! 2 perc, Varga László képviselő úr, MSZP. Köszönöm. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, Demeter képviselőtársának mondanám, hogy nyilván, hogyha tudták volna, hogy miket terveznek, akkor valószínűleg nem ilyen arányba szavaznak önökre, de hát nyilván mindig a választások után mondják el a valódi terveiket, de kezdem érteni, hogy önöknek milyen kommunikációs stratégia szerint kell most itt a felszólásaikat megtenni. Már rájöttem, hogy valami rugalmasságot várnak ettől a jogszabálytól, hogy itt rugalmasabban lehet majd kezelni bizonyos kérdéseket. Én azt kérdezem Kósa képviselőtársamtól, hogy miért nem volt ennyire rugalmas akkor, amikor 2002-ben támogatta azt a javaslatot, hogy több száz főtisztviselőt nevezzenek ki óriási bérekért a Fidesz kormány az utolsó időszakában, akik egyébként elmozdíthatatlanok voltak.
akkor ezzel nem volt problémája, akkor az a rugalmatlan rendszerre teljes mértékben egyetértett, pedig már 4 éve egyébként polgármester volt Debrecenben, és azt hiszem, hogy azok általa elmondottak, amiket a polgármesteri tapasztalatai diktáltak, azok hát szerintem akkor is meglehettek, de hát nyilván megvilágosodott azóta, szíve joga. De hát az meg kiderült a vitából, hogy mégsem a társadalmi párbeszédtől tetszettek megvilágosodni, hanem ez egy önálló ötlet ebben a tekintetben, mert a társadalmi párbeszédet csak úgy, mint minden ilyen típusú képviselőindítványnál az elmúlt fél évben ennek az intézményes formáit önök nem működtetik, nem konzultáltak ebben az esetben sem a szakszervezetekkel és a társadalmi partnerekkel. Önök úgy gondolják, hogy ezt megtehetik, szerintem büntetlenül nem túl sokáig, úgyhogy néhány hónapig még lehet ebbe a hatalmas lendületbe előre haladni, de azt gondolom, hogy azok az emberek, akikről önök felelőtlenül a fejük fölött ilyen döntéseket hoznak, azok meg fogják büntetni önöket ezért. Köszönöm szépen. Képviselőtársaim, egy kicsikét halkabban. 2 percet Dankó Béla képviselő úrnak adom meg a szót, Fidesz. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt képviselőtársak, igazából én azt gondolom, hogy ennek az ügynek a kapcsán pro és kontra már gyakorlatilag minden évvel elhangzott a mostani vita során, amit érdemes volt megemlíteni. Ami miatt én szót kértem és szeretnék néhány gondolatot elmondani önöknek, az az, hogy az ellenzéki oldalról gyakorlatilag a hozzászólások mindegyike azt feltételezi, hogy a jelenleg megválasztott polgármesterek alkalmatlanok a pozíciójuk ellátására, és gyakorlatilag leértékelik ezt a pozíciót, és leértékelik azokat a választópolgárokat, akik megválasztják a polgármestereket. Én azt gondolom, hogy ezekben a székekben felelősen gondolkodó emberek vannak, és el tudják dönteni, hogy kik azok a kollégák, akikkel érdemes együtt dolgozni, és kik azok, akikkel nem. Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy én voltam köztisztviselő is, és polgármester is lehettem hosszú éveken keresztül. Sőt, Káli Sándor képviselő úrnak szeretném mondani, hogy én is megéltem hasonló szituációt. Ellenem is elindult egy kollégám, egy köztisztviselő MSZP színekben, és szeretném elmondani, hogy utána még hosszú ideig dolgozott a polgármesteri hivatalban nálunk, nem rúgtam ki ezért, mert ő ezt megtette, ő magától távozott jóval később, évekkel később a hivatalból. Tehát én azt gondolom, hogy nem szabad leértékelni a polgármestereket, fogadjuk el, hogy megfelelő emberek ülnek ezekben a pozíciókban, és el tudják dönteni, hogy kik azok a kollégák, akikkel érdemes együtt dolgozni. Ez a változtatás, ez csak lehetőséget ad arra, hogy a valóban nem odaillő emberek kikerülhessenek a rendszerből. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. További 2 percesek, Gurnándor képviselő úr, MSZP. Köszönöm szépen, elnök úr. De előbb ott hagytam abba, hogy Miskolcvárosban nem csak a közigazgatás, hanem mondjuk a vállalkozói szférát érintően is a holding keretei között 13 cég, 13 vezetőjét rúgták ki az elmúlt napokban. Biztos nem volt közöttük alkalmas ember, aki a cégek vezetését tovább irányíthatta volna, legalábbis az önök értékrendje szerint. Emlékszem, ha jól emlékszem időpontban, augusztus 2-a talán egy pénteki nap volt, amikor is a regionális munkahelyi központok főigazgatóit, ez 7 ilyen főigazgató van az országban, meg az összefogó állami foglalkoztatási szervezet vezetője. Ezeket a főigazgatókat hívta egy beszélgetésre az államtitkár, ahol elmondta nekik, hogy december végéig számít a munkájukra, azt követően is néhányukéra, mert hát majd utána átalakul a rendszer. Majd augusztus 5-én hétfőn, egy péntekről hétfőre terjedő időszak elteltét követően, ugyanúgy ezek az emberek megszólítást kaptak, és 7-ből 6-ot kirúgtak. Hát elég érdekes konzekvenciákat le lehet vonni. Hosszú távon lehet tehát tervezni a közigazgatásban, mondjuk 3 napra, de közben legyen legalább egy hétvége. Szóval azt szeretném mondani, tisztelt kormánypárti képviselőtársaim, a bizalmatlanság nem véletlenszerű. Ilyen alapokon nyugszik a történet. És hogyha ilyen alapokon nyugszik, akkor joggal vetődhet fel bármelyikünkben ellenzéki oldalon, hogy hogyan és miképpen lehet
alapot adni egy olyan törvénytervezetnek, amelyet önök beterjesztenek, anélkül, hogy ne feltételeznénk azt, hogy az elkövetkezendő időszakban nem másról szól a szándékuk, hanem csak és arról, hogy minél inkább és minél több olyan embert, aki önöknek nem tetszik, bármilyen megfontolásból végezheti az bármilyen jól a munkáját, azokat hogyan és miképpen lehet eltávolítani. De azt gondolom, ez a törvénytervezet már ezért sem támogatható. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Köszönöm szépen. 2 perc, Vadai Ágnes képviselőasszony, MSZP. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim, Demeter képviselő úrnak a mondandója ütötte meg a fülemet, aki azt mondta, hogy aki becsületesen dolgozik, annak nincsen félnivalója. Engedjék meg, hogy elmondjak önöknek egy rövid történetet. Van egy fiatal ember, aki sok-sok éve köztisztviselőként dolgozik Magyarországon, megtörténik a kormányváltás, utána kormánytisztviselő lesz. Az illetőt szeptemberben a hónap dolgozójának is akarják a kollégái jelölni, de ő azt mondja vezetőként, hogy ne az legyen a valamelyik beosztottja. Majd egyszer csak behívják őt a legfőbb vezetőhöz, és édesapja halálának első évfordulóján ki is rúgják, indoklás nélkül. Aztán persze tudjuk, hogy mi az indoklás, egyetlen egy indoklás volt. Ugyanaz volt a vezetékneve, mint az enyém. Úgyhogy képviselőtársaim, itt nekem itt se becsületes munkáról, se arról ne beszéljenek, hogy majd itt eldöntik, hogy ki alkalmas és ki nem, és hogy önök polgármesterként ezt meg tudják ítélni. Valakit csak azért rúgnak ki a közszférából, éppen az édesapánk halálának évfordulóján, mert ugyanaz a vezetékneve. Úgyhogy ezt a parasztvakítást és ezt a felháborító magatartást nagyon szépen kérem, hogy fejezzék be itt a házba, és legfőképpen ne beszéljenek arról, hogy aki becsületesen tisztességgel végzi a munkáját, annak nincs félnivalója. Ebben az országban nagyon sok embernek van félnivalója, mert önök őt megjelölik, azt mondják, hogy az illető szocialista, vagy éppen nem tetszik, vagy éppen olyan kritikát fogalmaz meg, amely az önök kormányának, vagy önöknek képviselőtársaim, akár gyakorló polgármesterként nem tetszik. Úgyhogy ez az egész szerintem felháborító, különösen pedig az, hogy azok, akik itt becsületes munkáról beszélnek, azok fogják magukat és elmennek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. További 2 percesek, László Tamás képviselő, Fidesz. Köszönöm szépen a szót. Frissen megválasztott polgármesterként pár gondolattal hozzászólnék ehhez a kérdéshez. Az elmúlt időben nagyon sok tanulmány jelent meg, amelyik az államnak és az önkormányzatnak a szerepét, helyzetét vizsgálja a posztszocialista társadalmi működésben. És egy nagyon fontos fogalmat talált, ami azt hiszem, hogy rendkívül találó arra a helyzetre, amiről most a vita folyik. A kifejezés pedig az, hogy hipokrita parazitizmus. Ez jött létre abban a védettségben, amelyet az az állapot hozott létre, hogy a köztisztviselők valójában olyan védettséget élveznek, aminek nagyon sok negatív következménye van. Ez a védettség befelé és kifelé egyaránt kedvezőtlen hatású. Az entrópia olyan mértékben érvényesül ebben a jelenleg fönnálló rendszerben, ami rendkívüli működési zavarokhoz vezet. Csak mondok ilyen példát, a szociális ellátórendszer abban a kerületben, ahonnan jövök, kifejezetten csak a szavazatszerzés szolgálja, és olyan hihetetlen mértékűvé fejlődött, túlburjánzott, ami azt hiszem, hogy nem azt szolgálja, ami a szociális ellátórendszer célja. Vagy ugyanilyen gondolat, hogy a vagyongazdálkodást és a szociális ellátórendszert összekeverik ebben a helyzetben. Mi az eredmény ebben a helyzetben? Csökken a felelősség, az ellenőrző rendszerek nem működnek hatékonyan, azokat elhanyagolják. Úgynevezett jóléti pályafüggőség jött létre. Az állam és az önkormányzat működési zavarai újra termelődnek, rossz egyensúly alakul ki. Ezen a helyzeten változtat. Ez a törvény még oldja azt a helyzetet, ami ezt az entrópiát előidézte és létrehozta. Ez az egész, amit csinálunk, védekezés a hipokrita parazitizmus ellen. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen. 2 perc, Varga László képviselő, MSZP. Köszönöm szépen a szót, és egészen röviden, különösen, hogy jelezte a fideszes képviselő.